Sziasztok! Megint jelentkezik a Smoky & Sisa egy újabb résszel, és talán láttok egy ismerős arcot is, ugye Balázst már megszokhattátok, ugye ő állandó társam a Smoky & Sisába, de Szilágyi Petivel eddig egyszer találkoztunk, ugye akkor egy gyönyörű szép maklód sisát mutatott meg nekünk. Peti, most mivel készültél? Most elhoztam nektek a Quasar 1-et, illetve a Quasar Rust. Belenyúltál egy rendes mélykasba, úgy érzem ezzel. Igen, bele. Hallottunk ugye nagyon sok rosszat és nagyon sok jót, tehát valaki nagyon esküszik rá, valaki nagyon szidja, mind hőkezelésben, mind dohánygyilkos kerámiaként is elhíresült. Melyikről mi a véleményed és melyiket mióta használod? Nekem a Rász van meg régebb óta, én őt jobban is preferálom, habár a fogyasztásról azért vannak vele problémák, tehát azért ez 30 g-ot szerintem simán bele lehet tömni. A Quasar 1-est igazából azért vettem, mert olcsó volt, le volt értékelve az oldalon. Ja, akkor február elején akkor bele szálltál ebbe az akcióba. Így van. Hát én mondhatni az első között sikerült megvenni, sokan kérdezték is a pipás csoportokba, hogy mi a véleményem. Nem vagy elégedett, ahogy hallom. Hát nem. Tehát azért az 1-es az nem csodálom, hogy nem lett sikerszériája a Quasarnak. Sokan ugye azt mondják, hogy ez kétszenes konzol, a Quasar oldalán egyszenes, illetve kétszenes opciótok is van. Én inkább az egyszenes preferálom, de úgyis azért. Ha jól tudom, egyébként ez a kisebbik, az 1-es, az egy szilikon. Így van, fej is. Tehát pedig a másik, ugye a Rász, az pedig egy üveg. Igen, itt a dohányt egy üveg, hát végülis egy tartóba teszitek. Ez egy fanel kialakítású, illetve a Quasar 1 is egy fanel kialakítású kerámia. De azért egyébként a ránézésre is az üveges verzió az jobban néz ki. Igen. Hát meg nem csak jobban néz ki, hanem azért itt tudásban jobb. Nem lehet összehasonlítani a két kerámiát. Ha lehet ilyen mondani, hogy ez kerámia. Ugye. Balázs, neked így ránézésre mi az első vélemény? Egyébként én a magam részéről én nem szeretem a szilikon kerámiákat, ugye mi a kezedben van abban, ez gyakorlatilag egy szilikon kerámia. Nekem a fő problémám de az, hogy én azt gondolom, hogy nem adja eléggé át a kerámia a dohánynak a hőt, akárhány szenet teszel rá, mert a tetejét meg lehet égetni, mint a dohány szélét, alját, alulról nem kap egyszerűen. Soha nem fog annyi hőt kapni, mint egy üvegbe, vagy egy hagyományos vázas, mint a vázatlan kerámiával. Azt látom, hogy ennek egy kicsit olyan odaéget, dohányos az alja, hogy ezt mennyire könnyen tudod tisztelni. Milyen a másik? Az könnyebben tisztítható? Hát a másikat azt azért ti is láthatjátok. Az példás. Igen, az példás, az szép. Igen, mert ebben van egy kis kiálló, vékony pöckök. Tehát, hogy meg igen, nehezebb ez hozzáférni, ennek egy szép sima alja van. Tehát. Igen, meg még a hőtartó sapkáján is vannak kiálló pöckök, amik szintén beleérnek a dohányba, vagy beleérhetnek a dohányba. Igen, látszik is, hogy itt fogjátok. Igen, igen. Azért az egy feladat azt takarítani. Anyagminőség neked hogy tetszik, Balázs? Húha, nagyot sóhajtottál. Igen, azért, mert ugye ez valamilyen öntvény, szerintem alumínium öntvényből van. Nekem ezek annyira nem tetszenek, ugyan a másik is egy alumínium öntvény, és hát ez talán egy, igen, ez egy lemezből préselt betét van benne. Azt gondolom, hogy... Bírja a hőt? Hát még a hőt még bírja is, bár ez egy kicsit már a használattól azért így közelről nézve el van deformálódva, nem gondolom, hogy ez óriási befolyásolna a használat közben. Nekem az a fő bajom vele, hogy megveszed szép új, ez az alumínium öntvény azért ez egy a hő hatására szerintem eléggé jelentősen használt érzetet kelt. Egyszer, kettőször pedig nekem így, ugye ha jól tudom, akkor ez 70 euró. 70 euró. Hát egy 70 euróért
Én azt gondolnám, ezért kapsz egy szinkonzolt, meg egy gyakorlatilag egy dohánykehet is. Ez így van, de én az mégis azt mondom, hogy 70 euróért lehetne egy kicsit jobb anyagból. Hát az egyértelmű. Igen. Azt nem jutottam, hogy most aki kíváncsi és ki akarja próbálni, akkor most 15 euróért vagy 15 euró környékén egy egyest, ha még be tudtok szerezni, akkor ezt esetleg érdemes beszerezni. Már én még egy hátrányát látom ennek, hogy itt az alján vannak ilyen kis pöckök, és a kerámiában is megvannak ennek a negatív helyei, és ez egy minimális kézügyesség kell, hogy ezt pont a helyére tud rakni. Nem olyan vészes, de azért nem ártana van, illetve hogyha ez valamiért meleg, akkor valószínűleg nem kell olyankor összerakni, de ha véletlenül mégis, akkor az okozhat egy kis nehézséget. Jó, én azt gondolom, hogy ennél többet nem tudunk róla beszélni. Igazából egy kerámia vagy jól adja a füstöt és finom ízeket kapsz tőle, vagy nem. Úgyhogy én azt mondom, hogy akkor maradjatok velünk, és akkor Petit megkérjük, hogy valami finomat tömjön mind a kettő kerámiába, és kipróbáljuk, hogy milyen. Na hát, elkészültek a tömések, tehát kíváncsian várom, hogy a Quasar 1, illetve a Quasarász hogy viselkedik. Ideje már szívjuk őket, tehát nem arra voltunk kíváncsiak, hogy az első 10 percben hogy fog működni, hanem inkább tényleg munka közben. Úgyhogy Peti, ha jól tudom, akkor a rászban egy fumári, és a fumárinak méghozzá ez a Mincsapli chill, ez egy ilyen kis menta fagyi. Hát after eight. Arra helyez a legjobban. És Bali, te tömtél az egyesbe. Abban az egyesbe pedig egy Vampire Nights. Sweet Breezy keverék, így van. Jó, igencsak te tömted, de tényleg. Igen, kétharmad Vampire Nights van benne, és egyharmad Sweet Breezy. A Vampire Nights az én szeretem, hogyha egy picit még egy ilyen kicsit édes mentával megbolondítjuk, és ez a Sweet Breezy, amit ad hozzá. Magában a Sweet Breezy szerintem nem annyira finom, de így keverésnek nagyon jó. Na nézzük akkor, hogy azt már elmondhatom, hogy az egyes Quasarba beraktunk két szenet az elején, hogy adja a hőt. Elkezdtük szívni, gyakorlatilag először levettük a tetejét, az nem vált be, tehát akkor eltűnt a füst, tehát az semmiképpen nem működött, úgyhogy most egy darab szén van benne, de azzal úgy tűnik, hogy azért úgy hegedül. Bali, te szívod? Igen. Azt gondolom, hogy a beindításod azért szükséges a két szén, de annyira beerősödött elég hamar, hogy levettük belőle az egyik szemet. Így teljesen jó. Most már 10 perce megy egy szénnel körülbelül. Bőven elég bele a pipázáshoz az egy szén. Szerintem hozza egy szénnel az ízt. Még lehet, hogy valakinek még egy szénnel is egy picit erős az íz. De kíváncsi, hogy betegélem egyébként is. Jó. Közben, amíg én szívom addig, akkor Peti a rászról. Hát ugye ezt mondtuk is, hogy fumari dohány van benne, kettő darab zokomó, hogyha jól tudom, zokomó szénnel megy, rajta van a hősapka. Ez is szabályozza, ugyanúgy, ahogy az egyes. Ugyanénnel nem látszik, de középen a testen van egy kis lyuk, onnan szívja be ugye a friss levegőt, ezt ugye mondtam is, amikor még itt volt a kezemben. Ez hősapkával is simán megy két szénnel. Viszont ennél nincsen olyan probléma, hogyha levesszük a hűsapkát, akkor azonnal elmegy a füstünk, mert ugye van egy kis válla magának a konzolnak, így azért bent tartja valamennyire a hőt. Nyilván úgy azért sokkal gyengébb, de szerintem hűsapka nélkül is, mondjuk egy Dark Side-nál, hogyha akár valaki megbetemülés beletömi a kasszárba, azzal úgy hősapka nélkül bátra, mert a hősapkával azt nem szívja meg. Azt még azért mondjuk el, hogy a rászba 25 g dohányt raktunk, az egyesbe pedig azt hiszem 14 g ment. A rászban nem tudunk egyszerűen kevesebbet rakni, tehát hogy aki ennél kevesebbet rak, az... Csak.
Igen, tehát hogy az nem tudom, hogy működik, de ez a 14 grammal egy cénnel teljesen hibátlan. Tehát hogy én nagyon kétkedtem ezzel a konzollal kapcsolatban, de figyelj, finom íze van, jó a füstje egyelőre, hogy teljesen hibátlan, pedig ez egy szilikon fej, hogy, és nem vagyok odaértőd, de jó. Hát, bocsánat. Igazából ami nagyon, nagyon szembeötlő ennél, hogyha ugye már elkezd nagyon fogyni a szén, viszonyatosan csökken a füst. Ugye itt nincsen olyan, hogy támogatja a másik szén, vagy lenne válla, hogy bent tartsa a hőt. Rádoljuk a másik szén tartani. Hát így van csak. Ugye, tehát mondjuk a rásznál ott nincsen ekkora óriási változás. Ennél az egyik pillanatban még jó, aztán megszívod és alig van füst. Ott hirtelen van egy változásod. De szerintem ezt tudjuk illusztrálni, és hogyha levesszük mind a kettő a tetejét, ha szívjátok, én leveszem, és akkor be tudjuk mutatni, hogy... Jó, szedd le. Igen, mert a sima színkonzoloknál leveszük a tetejét, akkor szépen lassan elhűl csak be. Úgyhogy egy kis csofat szenecske. Kifújom egy kicsit a rossz füstöt. Már gyengébb. Már fel annyi, igen. Közben szívjad te is. Jó, erre tedd vissza, mert tönkre tesszük, tehát ez már a második szívásra érzem, hogy abszolút. Tehát igen, ennek nem szabad leszedni a tetejét, tehát itt inkább az, hogy egy cén, aztán maximum a szénnel tudunk. Igen, hát ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy matekos. Kicsit matekosabb, igen. Tehát én azért azt szeretem, és az, nekem az a 10 pontos is, ahol felrakom a szénkonzolba a két cenet, és nem kell hozzányúlni legalább egy órán keresztül. Igen. Tehát nem kell vele foglalkozni, maximum leveszem egyszer a tetejét, aztán hadd menjen meg egyszer, majd visszarakom a 3-4 órán. Mondjuk a rász szerintem ez pont ezt is tudja. Mondták sokan, hogy nem lehet fogni a szilikont, miközben meleg volt, ugye én már itt fogom egy hát két perce legalább. Hát ha régóta van a rászod, akkor lehet, hogy már neked elhaltak az idegeid. Az is lehet, hogy én már immunis vagyok erre, de ennek még ugyanúgy van jó füstje, ez bent tartja. Hát ugye arról beszéltünk, hogy egyértelműen a rász egyébként sokkal szebb, de azért picit gyengébb lett a füstöd neked is, azért én azt igen, látom. Egy picit azért ebben is változik, de annyira nem szembeötlő. És aztán meg nem kell leszedni, hanem felrakod a két szenet, aztán hadd menjen. Igen, tehát hogy ez egy működő valaminek tűnik. Ott inkább tényleg az a fő probléma, én is azt látom, hogy sok a dohány, ami, tehát a 25 gram az, igen, tehát... Főleg ilyen időkben azért egy ilyet fenntartani, mint hogyha az embernek lenne egy Ferrari-ja. De a 14 gram az teljesen baráti, és nagyon jól kijön az íz, és nem véletlenül, hogy azt kértem, hogy a bali tömje, tehát aki, te még nem tömtél kvázár, tehát hogy ne az legyen, hogy már valaki pontosan tudja, hogy mit kell csinálni, hanem... Bali megtömte, és tökéletesen működik, visszaadom közbe, és rákóstolnék gyorsan még egyet én is a rászra, hogy... Közben én annyit még a kvazavéről elmondanék, hogy a tömése egy kicsit macerásabb, ugye a szénkonzol miatt eléggé precízen elkezdődni a kis dohányleveleket benne, hogy minél kevésbé égjen a konzol széléhez hozzá a dohány, de nem vészes. Tehát azt gondolom, hogy amennyire most jelen pillanatban meg lehet kapni, ugye nagyon kedvezményes akciós áron, február elején ezt a konzolt, ezt bőven megéri azt az árat. Én nekem általában az nem tetszik benne, hogy annyira kemény a szilikon alja, tehát hogy még a kalód azért egy kicsit azért lágyabb, vékonyabb szilikon az alja, és azért jobban rá lehet rakni általában. Főleg ugye nálad probléma, mert neked ugye azért elég széles a felső adapter, tehát hogy az mindenképpen probléma lehet, de én is én rosszat vártam, tehát hogy annyi rosszat hallottunk, de mivel hallottunk mellette pozitívat is, én azt gondolom, hogy egyébként használható kerámia mindenképpen. Tehát mind a kettő méghozzá. Mondom, mert igen, az nem tetszik, hogy ide szeret pakolgatni kell, tehát hogy... Igen, mondjuk én így vagyok vele, hogy én egyszerűen belerakok és akkor nem nyúlok hozzá. Igen, beindításhoz valóban jobb a két szén, hamarabb beindul, de
Tehát utána kényelmesen. Hát hogyha ez végignyomja így egy színnel, mondtam egy órát, és utána rá kell dobni a második színt, akkor azért az sem egy macera. Tehát, hogy igen, most azért ezt nem várjuk meg, nem csinálunk egy másfél órás videót, de azt gondolom, hogy jobb annál, mint amire én számítottam, úgyhogy nekem tetszik, nem kéne egyik sem ettől függetlenül, de ez egyéni ízlés kérdése. Tehát azt gondolom, hogy épp, mint hogy egy modern kinézetű sisához, mint például a te sisád, ez a kvázi kimondottan jól néz ki. Tehát, hogy egy klasszikus arab vagy szírpipához, azon nem, tehát arra inkább akkor én is azt mondom, hogy egy mázas kerámiát raknék egy szénkonzollal. Mondjuk ezt azért hozzá kell tenni, hogy én így is kapom az ívet, hogy maklaudra a kvaszár. Hát igen, igen. Igen, nagyon sokan ugye ezt a Lotus 1-et, vagy hát Lotus 2, mondjuk én ezt annyira nem, de a Lotus 1 az egy nagyon, nagyon király kis szénkonzol, és akkor inkább valami, lehet ilyet mondani, egy dizájnkerámia, ugye egy mázas kerámiával sokkal inkább preferálják az oroszok. Azért azt tegyük már tisztában mindenképpen, hogy a Lotus 2 az a kalóz számzarishoz készült egyébként, tehát míg a Lotus 1 vagy 1 plusz azt lehet használni tényleg bármilyen kerámia, az igazából a 2 az kimondottan a kalóz számzarishoz készült, tehát én nem ajánlom feltétlenül a 2-est más kerámiákhoz, nem Balázs? Egyetértünk ebben, nem? Tehát, hogy használjátok, hogyha úgy szeretnétek, de igazából én azt gondolom, hogy az nem arra készült a Lotus, egy meg egy plusz az tényleg egy teljesen az egy univerzális, így van, tehát ez egy jó megoldás. Jó, végszó bárkinek? Nekem még egy dizájn vagy összeillőség szempontjából szerintem egy picike pipához ez az egyes kvazár, ez szerintem jól néz ki, abszolút. Igen, ha nem nézzük meg közelről azért az anyag használatot, összességében igen, sise ez teljesen jól mutat. Mondanám, jobban néz ki ez a kis egyes kvazár, mint a rász. Lehet. Szerintem teljesen vállalható szett egyébként. Jó. Peti? Vegyen mindenki kvazár. Nem. Akkor vegyetek kvazárt, hogyha otthon hegyekben állnak a dohányok. Vagy aki kővel pipázik, akkor a kő, vagy paszta, zselé, kinek mi. Ezt azért fenntartani nehéz, a rászt fenntartani nehéz, az egyest az, nem mondjuk az egy átlag kerámia, tehát mondjuk az, hogy ez egy átlag fogyasztású dolog. Én most azt mondom, hogy ennyiért megéri, hát teljes áron nem kéne. Tehát, hogy azért annyira nem jó. Igen. Így vállalható. Jó. Hát nagyon szépen köszönöm a társaimnak, ugye Balázsnak és a vendégünknek, pedig Petinek, hogy itt volt és segített megismerni bennünket egy kicsit a kvazárra. Remélem, hogy ti is kaptatok egy-két hasznos információt, hogyha szeretnétek dönteni, mert éppen kerámia választás előtt vagytok, hogy érdemes-e ilyet választani, és remélem, hogy tetszett ez az adásunk is. Ha igen, akkor lájkoljátok mindenképpen, iratkozzatok fel, érdemes, hiszen akkor minden két hetente jelentkező műsorunkra rögtön kaptok akkor jelzést, hogy van egy újabb műsor, de ha véletlenül elfelejtenétek, akkor minden hónap első, illetve harmadik szerdáján láthattok bennünket. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok, gyertek máskor is! Sziasztok! Baby, why you play with my feelings?